Megyünk tovább, és ha van Bibliád, akkor lapozz légy szíves János evangéliumának a 8. részéhez. As Tamás mentioned, we are continuing with our study today, and if you have your Bible here, open it up at John chapter 8. Ez lesz a fő részünk, és én nagyon szeretem ezt a Bibliának ezt a részét. This will be our main passage, and I really like this one. Azért, mert én egy ilyen lázadóbb típus vagyok. Because I'm kind of a rebel myself. És amiről ma beszélni fogok nektek, ez a rész sokak szerint benne sincs a Bibliában. And what I'm going to talk about today is something that many consider to really truly not be part of the Bible. Hanem csak azért rakták bele, hogy kicsit puhítsák így a törvényt. But they say it was included later on to kind of soften up the law. Szóval ezért is örülök neki, hogy erről fogok beszélni, which erről a részről. Why I'm excited to talk about this particular passage. És ez lesz a fő részünk, innen ugrálunk ide-oda. And this will be our main area of study today. We'll check a few other places. És már itt az elején ugranék is. Egyszer érdemes elolvasni legalább a rómaiakhoz írt levél első részét. And let me jump to another place right at the beginning. It's really useful to read the first chapter of the Epistle to the Romans at least once. Ha olvasod ezt a részt, akkor ez egy ilyen nagyon durva bekezdés Páltól. If you read that chapter, you will see that it's quite a serious note from Paul the Apostle. Olvasol bálványimádókról, akik nem törődtek Istennel, nem foglalkoztak vele, mindenféle bűnökről. He's talking there about God or idolaters who didn't care about God, who live their lives filled with all kinds of different sin. És ennek a résznek a végén ezt olvasod a 32. versben. And at the end of that chapter, in verse 32, it says. És kérem az angol nyelvűeket, hogy kövessétek ott fönt, én csak magyarul fogom felolvasni. We're only reading it in Hungarian, please follow along in English. Ebben az esetben, egyben az egy esetben Károlit fogok használni. Yeah. And I'm going to use a specific Hungarian translation. Szóval azt mondja, akik jól lehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Nagyon durva itt a vége. It's quite a serious ending. Olyan emberekről van szó, akik benne vannak ebbe benne vannak ezekbe a bűnökbe. So it talks here about people who are involved in these particular sins. Annak ellenére, hogy tudják, hogy méltók a halálra. In spite of the fact that they know that this makes them worthy of death. Sőt, egyetértenek azokkal, akik ezekben benne vannak még. And what's more, they agree with others who are also practicing these things. De annyira jó, hogy Pál nem állít meg. But I love it that Paul doesn't stop here. Nekünk ez itt föl van osztva, de ő nekik tekercsbe volt. For us, it's in chapters, but they just had it in scrolls. Nézd meg, hogy folytatódik. Look at how he continues. Második rész első versétől. Chapter 2, verse 1. Annak okáért menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz. Mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek. Vagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét? Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? Szerintem ez annyira erős. I think these are very strong words. És érdemes, olvassátok el a Róma 1-et, hogy mik vannak ott felsorolva. It is worth reading the whole chapter of Romans 1. I do encourage you to do that. To see the things listed. És utána tanít minket Pál. And afterwards we see Paul teaching us. Vigyázz az ítélkezésre. He says, be careful, you who judge. Ne ítélj. Do not judge another. Fölteszi ezt a kérdést, megveted az Istennek a jóságát, amit téged is megtérésre indított? And he basically asked the question, so do you despise the goodness of God, which also brought you to repentance? És hogyha visszaemlékszel, ugye, nem az ítélet hozott Istenhez. If you think back, you remember that it wasn't judgment that brought you to God. Része volt egyébként annak, hogy Istenhez jöttünk. It was a part of us coming to God. Ítélve éreztük magunkat. We did feel judged. Az a Szentlélek megítélt minket a bűn dolgában.
van. Because the Holy Spirit convicted us of sin. De nem attól tértünk meg, hogy valaki ítélkezett fölöttünk. But we did not repent because somebody passed a judgment on us. Hanem milyen jó, hogy valaki egyszer az életed egy pontján odajött és megmutatta neked azt a Jézust, aki megbocsájtott. But instead, somebody came to you at a point in your life and showed you the Jesus who forgives. Ott érezted magad ítélve, és valaki odajött és azt mondta, hogy de meg van bocsájtva. Maybe you were feeling under judgments, but then there was somebody who told you that it is forgiven. Pál erre tanítja itt a gyülekezetet. That is what Paul is teaching the church in these passages. Nevesd meg azt, hogy Isten jósága, hogy Isten jóságos és irgalmas. He's basically saying, do not despise the goodness and the mercy of God. Nevesd meg azt, hogy ez az, ami oda vezetett téged is, hogy megtérj. Do not despise the fact that this was the exact thing that led you to repentance. És ez az, ami ezeket a lázadó embereket Istenhez tudja vezetni. And this is the same thing that is able to bring those that are now rebelling against God to him. Az irgalom. It's his mercy. És a mai történetünk egy olyan történet a Bibliában, amiben nagyon megcsillan Istennek az irgalma. And today's story that we will look at is a story from the Bible where God's mercy shines through beautifully. És hogyha keressük azt, hogy milyen Jézus, akkor ezt a történetet nem szabad kihagyni. And if we want to study what Jesus was like, what Jesus is like, then this is a story that we should not skip. János 8:1-2. So John chapter 8, the first two verses. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Ahogy végignézed az evangéliumot, megtalálod azt, hogy Jézusnak volt egy szokása. As you look through the gospel, you see that Jesus had a certain habit. És úgy néz ki, hogy ebben nagyon fegyelmezett volt. And it seems that he was very disciplined about this. Ez a szokás ez az, hogy amikor nehéz volt a helyzet, amikor Jézus nyomás alatt volt, ment és imádkozott, időt töltött az Atyával. So what we see is that every time Jesus was under pressure, every time there was a difficult circumstance, Jesus made sure to go aside somewhere and pray to the Father. És azt is tudjuk, hogy amikor már Jeruzsálem közelében szolgált, akkor ez mindig a Getsemáné kert volt. And we also know that once he was ministering in the area of Jerusalem, he always went to the Garden of Gethsemane for this. Ugye ott az olajprés ház. That is where the oil presses were. És ez egy olyan jó kép. It's a really great picture. Hogy Jézus, amikor a nyomás alatt van, amikor préselés alatt van, akkor megy Istenhez. That when Jesus felt under pressure, like he was being, you know, squeezed under the pressure of things, he went to God to pray. Tudod, hogy Júdás azért találta meg olyan könnyen, hogy hol van, amikor elárulta. That is why it was so easy for Judas to find him when he went to betray him. Ismerte Jézusnak azt a szokását, hogy amikor ő prés alatt van, akkor biztos, hogy egy olyan helyen lesz, ahol az Atyát keresi. He knew what Jesus' habit was, what he would do every time he was under stress. He went to pray, to seek the Father. És azt látjuk, hogy másnap pedig készen állt, és ment megint szolgálni tovább. And we see here that right after this, the next day, he was ready, and he kept going on ministering. Csak mielőtt megnéznénk ezt az irgalmas sztorit. And before we take a look at his mercy in this story, hol találnak téged, amikor neked nehéz? Let me ask you the question, where can you be found when egy you are under pressure? Fagyival? Are you eating a big jug of ice cream? Vagy ne szóljanak hozzám, most egyedül vagyok. Or do you tell everyone, don't talk to me, I need to be alone? Vagy iszol. Or do you drink? Hol találnak, amikor neked nehéz? Where can you be found when you are going through difficult things? És mi az, ami segíteni fog? And what is it that is truly going to help you? Ezek a pótcselekvések fognak segíteni? Are these things I mentioned going to help you? Hadd mondjam el neked, hogy nincs semmi baj azzal, hogy néha keresztényként nagyon rosszul érezzük magunkat. Let me tell you that there's nothing wrong with feeling with going through difficulties as a Christian sometimes. Mert keresztényként brutális nyomás. And not feeling good because as a Christian we are under a lot of pressure. Olajprés. It's like being in the oil press. Minden oldalról. Being pressed in from all sides. Lehet, hogy már te is jöttél be így a gyülekezetbe. Maybe you have come to church this way before. Hogy azt gondoltad, hogy itt van itt még valaki ennyire bűnös, mint én, vagy csak én vagyok. That you were wondering, I wonder if there's anybody else in here in this place that is as sinful as I am, or volt, is it just volt me? Már ilyen nektek? Have you ever thought this? Amikor így nem mersz senkihez szólni. When you're afraid to talk to anyone. Mert a préselés alatt elbuktál és a Because földön vagy. Under pressure you failed and you are on the floor.
Ilyen az egész gyülekezet egyébként. That is how the whole church is everywhere, by the way. Néha azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a legrosszabbak. Sometimes we feel that we ourselves are the worst ones. De nem igaz. But it's not true. Ez nagyon nem igaz. It's really not true. Szóval nincs semmi baj azzal, hogyha néha így rosszul érzed magad. There is nothing wrong with feeling bad and going through difficult things at times. Vannak, akik ilyenkor nem járnak gyülekezetbe. There are people who at these times stop coming to church. Mondván nem vagyok méltó, hogy ide jöjjek a gyülekezetbe. Because they think, well, I'm not worthy to go to church. Itt mindenki olyan jó ember. Everyone there is such a good person. Nekem a kedves nővérem szokta mindig ezt mondani. My dear sister tells me this frequently. Hogy te olyan jó vagy, ti olyan jók vagytok. She says, oh, you guys are so good, you're good people. Hát nem, csak messze lakunk. No, we just live far away from you. Nem ismersz még eléggé. Próbálom neki mindig elmondani. You don't know us well enough. That's what I keep telling her. Szóval nem, nincs ezzel semmi baj. So there's nothing wrong with feeling this way. Jézus rengeteg nehéz időszakon ment keresztül. Sokszor látod őt sírni valami Jesus miatt. Went through many difficult seasons. You see him cry a number of times. Sírt Jeruzsálem fölött, Lázár halála miatt. He wept over Jerusalem. He wept when Lazarus died. Keresztelő János halála után az is egy nehéz időszak volt neki. He went through an extremely difficult time after John the Baptist died. De a kérdés még mindig az, hol találnak minket, amikor ezek jönnek? But the question remains the same. Where are we going to be found when the difficulties come? Mi a hír rólad, amikor te rosszul vagy? What do people know about you? What happens when you are going through a hard time? Oh, Jani rosszul van, most halálra eszi magát valahol, biztos. Oh, Jani is going through a hard time, so I'm sure he's sitting somewhere stuffing himself with food. Vagy a Jani rosszul van, most ne szólj hozzám, borzasztó ilyenkor. Or Jani is going through a hard time. You don't want to talk to him right now, so just don't even address him. Hol találnak téged? Where are you going to be found at such a time? Tanuljunk Jézustól, hogy milyen volt ő. Let's learn from Jesus. We see how he was during these times. Ő szakított a napjából azért, hogy odavigye mindezt Istenhez. He set time aside from his day in order to be able to bring all these pressures before the Father. Mert csak ez az egyetlen hely, ahol gyógyulást kapunk, meg helyreállást, meg Isten szól hozzánk. Because that is the only place where we can receive healing and restoration and where we can hear God speak to us. Szükségünk van erre, hogy aztán utána menjünk és tovább tudjunk szolgálni, mint Jézus. If we are to continue and keep going on ministering, we need this. Hogy jó férjek, meg apák, meg barátok, meg munkatársak. We need lenni. This if we are to be good husbands, fathers, colleagues, etc. Higgyétek el, nagyon jól tudom. Trust me, I know. Milyen, amikor nincs ez az idő. I know what it's like when this time does not happen. És tudom, hogy milyen, amikor van. And I know what it's like when it does happen. És az csábító. And it is very tempting. Meg kell tanulnunk Jézustól, hogy szakítsunk Istennel időt minden nap. We need to learn from Jesus to set aside time to be spent with the Father every day. Azért is, hogy amikor szembenézünk ilyen furcsa dolgokkal, mint amivel most szembe fog nézni, akkor helyesen reagáljunk. Partly because when we end up facing things like the one we are going to look at right now, we would respond correctly. Mert tudjátok, hogy az ima az nem csak arról szól, hogy kérünk valamit és majd kapunk. Because you know, prayer is not only about us asking for something and then receiving it. Az ima idő arról is szól, hogy Isten fölkészít minket arra, amit még nem tudunk, hogy jön. Our time of prayer is also for God to prepare us for things that we don't know are coming. Olvasom a harmadik verstől. Let's read from verse 3. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta neki. Aki bűntelen közületek, az vesse rá az először a követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Ez egy nagyon érdekes történet itt. All the way to verse 9. It's a very interesting story here. És biztos vagyok benne, hogy
tökéletesen ismeritek a sztorit. And I'm sure that you all know it very well. És megígérem nektek, hogy nem fogok arról tanítani, hogy mit írt Jézus a porba. And I promise that I won't talk about what Jesus wrote in the dust here with pedig his finger. Tudom, hogy mit írt. But I do know what he wrote. Majd utána elmondom. I will tell you later ha if you want. Ha valaki érdekel. You can ask me. Nézzük, hogy itt milyen Jézus. But let's look at what Jesus is like here. Borzasztóan tetszik ez a történet. I really love this story. Mert ilyen vérlázítóan, brutálisan, megdöbbentően kegyelmes. Megdöbbentően milyen? Kegyelmes. Because it is shockingly gracious. Tök jó. És rámutat, hogy mennyire irgalmas Isten, és hogy nekünk mennyire kéne irgalmasnak lenni. And it also points out how merciful God is and how merciful we ourselves need to be. Ugye mit jelent az irgalom? What is mercy? Az, hogy valaki megérdemelne valami büntetést. It means that when somebody deserves a certain punishment. Teljes joggal. Fully for sure. De nem kapja meg. They don't receive that punishment. Ez az irgalom. That is mercy. És ez az, amit itt látunk. Nézzük meg a helyzetet. And that's what we see here. Let's look at the situation. Ez a nő valószínűleg egy tervnek a csapdájába kerül. This woman was probably this was planned against her. De azért nem kell úgy nézni rá, hogy szegény. So we don't have to feel sorry for her though. Nem, azért ő benne volt ebbe a cuccba. I mean, she was involved in it after tehát all. Tehát ő választhatott volna mást is. She could have chosen to act differently. Nem kényszerítette senki. Nobody forced her into this, I'm pretty sure. Benne volt ebbe a házasságtörésben. She was willing to become an adulteress. De az is biztos, hogy törbe csalták, tehát but I'm sure that they did this in a sneaky way to put her into this situation. És mindezt csinálják azért, hogy Jézushoz vihessék, hogy Jézust elkaphassák. And they did all this in order to be able to drag her before Jesus so they could set a trap to Jesus. De a következő kérdésünk az kell, hogy legyen, hogy hol van a férfi, akivel elkapták. But our next question should be, and where is the man that she was caught in the act with? Mivel Mózes 5. könyvében, ott a 22. részben mind a kettőt meg kell kövezni, tehát because nem csak a nőről van szó. In Deuteronomy 22, it says that they both need to be stoned, not just the woman. Szóval az egész egy nagy hazugság, az egész ügy. So we see that this whole case is one big lie. De az biztos, hogy ez itt egy bűn. But it is still for sure that she committed sin. És biztosak lehetünk abban is, hogy Jézus nem csak azért reagált így, mert tudta, hogy ez egy csapda. And we can be sure that Jesus did not react this way just because he knew this was a setup. Jézus nem határozta el így magában, hogy na majd jó kiszúrok én velük, ők akartak velem, majd én. It wasn't that Jesus previously decided, oh, I know they're trying to set me up here, but I'm going to play a trick on them, even though they wanted to play one on me. Biztos lehetsz benne, hogyha ez egy valós helyzet, tehát nem csak egy trükk, nem csak egy csapda, hanem tényleg megtörténik, Jézus ugyanezt mondta volna. You can be sure that if this had been not a setup, but an actual real situation, Jesus would have said the same exact things. De be kell látnunk, hogy ez bűn, és ez paráznaság, ez nem jó. But this all doesn't change the fact that this was adultery, and that is sin, and it's not a good thing. A férfi és a nő is megérdemelték volna a büntetést. The man and the woman were both deserving of the punishment. Egy olyan dolgot tettek, amire egyébként a Biblia, amiről a Biblia ilyen kiemelten beszél. And they committed something that the Bible talks about a lot. És ez nem arról szól, hogy van nagyobb meg kisebb bűn. And this doesn't mean that there are bigger sins and smaller sins. De Pál megmagyarázza nekünk, hogy ez a házasságtörés, a paráznosság az nagyobb, jobban rombol. But Paul does explain to us that adultery, cheating on your spouse, actually destroys you more. Ezt megnézheted, az 1 Korintus 6-ban van egyébként, utána nézheted. Look this up in 1 Corinthians chapter 6, that's where Paul talks about this. Nézd meg, mi Jézusnak a reakciója. And look at the reaction of Jesus. Erre a helyzetre. To this situation. Azt mondja, hogy na, lehet kövezni, gyerünk, az vesse az első követ, aki nem bűnös. He basically said, okay, fine, start stoning her, but the person to start this should be the one who has never sinned. Hát, hogy jöttek ezek az emberek, öljük meg, ez undorító, amit műveltek. So these people came and said, we should stone her, we should kill her, it's disgusting what she has done. És Jézus ilyen meglepő módon
irgalmasan, kegyelmesen, bölcsen mond egy mondatot. And Jesus with a lot of mercy and grace and wisdom says one sentence. És megmenti ezt a nőt. And with this he saves this woman. És ezt teszi még hozzá, nézzük tovább. 10. 11. vers. And then let's look at verses 10 and 11 to see what he adds to this. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: hol vannak a vádlóid? Senki nem ítél el téged? Ő így felelt: senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Na, ez is egy olyan dolog, amit így szövegkiemelővel ki lehet húzni, hogyha ha papírbibliád van. This is also something you can highlight if you have an old-fashioned paper Bible. Hol vannak a vádlóid? Where are your accusers? Senki nem ítél. Has no one condemned you? Én sem ítéllek. Neither do I. Ezt fontos tudni Jézusról. This is very important to know about Jesus. Itt van egy asszony, aki a törvény szerint főbenjáró bűnt követett el, halálbüntetés jöhetett volna. Here's this woman who, according to the law, has committed an unforgivable sin. She was deserving of the death penalty. De Jézus, az Isten, azt mondja, hogy én nem ítéllek ezért. But Jesus, who is God, tells her, I don't condemn you. Menj és ne vétkezz többet. Térj meg és ne vétkezz többet. Repent and sin no more. És itt látod Istennek a dicsőséges kegyelmét, ahogy megmutatkozik. And we see the glorious grace of God displayed here. Aki azért jött, hogy megkeresse és megmentse azokat, akik el vannak veszve. Because he came to seek and find those who are lost. Látod, ennek az asszonynak nem ítéletre volt szüksége, abból már szerintem volt elég. This woman did not need judgment. I think she had plenty of that. Ő pontosan tudta, hogy elrontotta ezt. She knew very well that she messed up. Sőt, pontosan tudta, hogy vétkezett az atya ellen, ugye itt Isten népéről beszélünk. In fact, she's very sure that she sinned against her father. We're talking about the people of God here. Tehát az ítélet az ott volt a feje fölött már. So she knew that the judgment, the condemnation is above her head. Ennek a nőnek megmentésre volt szüksége. What this woman needed was to be rescued. Hogy valaki oda menjen és azt mondja, hogy én nem ítélek, gyerünk, menj she tovább, itt egy új lap. Someone to say, I don't condemn you, start with a new page. Ugye nekünk se ítéletre volt szükségünk ahhoz, hogy megtérjünk. In order for us to repent back in the day, we ourselves did not need judgment. Azért tértünk meg, mert megláttuk Istennek a kegyelmét. We were saved because our eyes opened to the grace of God. És ez fontos tudni Jézusról. And it's important to know this about Jesus. Hogy lesz majd ítélet, igen, de az nem ma van, meg nem most van, az majd lesz. The judgment will come, yes, but it is not now. És a másik fontos, hogy nem nekünk kell majd ítélni. And what's also important is that we will not be the ones to judge. Nekünk nem ez a feladatunk ebben that a világban. That is not our task in this world. És a világ végén se ez lesz a feladatunk. And it also won't be our task at the end of the world. Jézus fog majd ítélni mindenek Jesus fölött. Will be the judge who judges everyone. A római levélnek a 8. fejezetében in Romans chapter 8 Pál fölteszi ezt a kérdést, hogy na ki az, aki ítél? Ki az, aki elítél minket? Hogy áll hozzánk Isten? Paul the apostle asks the question, who is it who judges? How does God approach us then? Mert a válasz ugye a végén az, hogy Jézus nem ítél minket. Because the answer of course at the end is that Jesus does not judge us. Mégis a keresztények olyan sok ítélet alatt vannak. And still as Christians we are under a lot of judgment. Ha te most keresztényként így ítélve, ítélet alatt érzed magad, if you are a Christian here today and you feel that you are under judgment, condemnation, tudnod kell, hogy nem Jézus ítél téged, mert ő nem teszi ezt. You must know that this is not coming from Jesus. He does not do this. Ez egy ilyen nagyon gyerekes, buta példa lesz, de gyakran nézzük Istent a télapónak, tudjátok mi ez. This will be kind of a silly example, but very often we look at God like we look at Santa Claus. Hogy amikor jól viselkedünk és mindent remekül csinálunk, akkor a jók listáján vagyunk. You know, how we think that if we do things well and if we are good, then we get good gifts. We are on the good list. Ami valljuk be, elég kevésszer van.
which we must admit doesn't happen often. De amikor nem jól mennek a dolgok, akkor azt gondoljuk, hogy ő bevés minket a rossz listába. But then we feel that when things are not going well, when we are not really performing well, he carves our names into the bad list. És ő nem fog megáldani, nem fog segíteni, mert annyira rossz az életem. And because of this now we feel he won't bless me, he won't help me because I'm not living my life well. Mert rossz vagyok, és a bűneim itt vannak rajtam. And my sins are all over my life. És ez egy csomó mindent von egyébként magával, amikor a keresztény ítélve érzi magát. And when a Christian thinks about themselves this way, this has a lot of repercussions. Vannak, akik emiatt depresszióba süllyednek, olyannyira, hogy bezárkóznak, nem mozdulnak. Some people end up being depressed. They close themselves up and they don't go anywhere. Mert ott van ez az értéktelenség érzése bennük, hogy én nem vagyok jó semmire, mindent elrontok. Because they feel worthless, they feel that they cannot do anything right, they feel like they always mess up. Nem megyek közösségbe, nem megyek gyülekezetbe, úgyse lennék jó semmire meg senkinek. So they think I'm not going to fellowship, I'm not going to church because I'm no good for anything to anyone. De az az igazság, hogy amikor így viselkedünk, akkor másoknak is azt sugalljuk, hogy Isten ilyen. But the truth is, when we act this way, we are sending a message to others that this is how God is, the way we see him. De Isten nem ítél. But God does not judge. Ő tudod, hogy megbocsájtott neked? He forgave you already. Hogy ő irgalmas ma. And because of that, he's merciful to you today. És hogy Jézus ma is ugyanezt csinálna egy ugyanilyen helyzetben. And Jesus would act the same way today in the same kind of situation like the one we read. Ugyanilyen irgalmas lenne. He would show the same mercy. Sőt, ugyanilyen irgalmas veled most. In fact, he is just as merciful with you today as he was lehet, with this woman. Lehet, hogy ez egy üzenet neked mára. Maybe this is a message for you today. Lehet, hogy bele vagy keveredve valami bűnbe, ami ott ragad rajtad, nem bírsz. Maybe you are mixed up in some sin that you feel stuck in and you can't get out of it. És folyton ítélve érzed magad. And you constantly are feeling judged. Megvan bocsájtva. It is forgiven. Jézus nem ítél. Jesus does not condemn gyere, you. Kelj föl, és menj tovább. So just get up and keep walking. A gonosz az, aki folyton ítélettel van a fejünk fölött. It's the evil one who always holds his judgment and condemnation over our heads. Tehát Pál ott a 8. részben a Rómában fölteszi ezt a kérdést. In Romans 8, Paul the apostle asks the question. Hogy na, akkor ki ítélne minket kárhoztatva? So who is it then that judges us? Who Jézus, condemns us? Jesus. Jézus, aki Isten jobbján van. Who sits at the right hand of the Father? Aki imádkozik érted most is, ő ítélne kárhoztatva. Who is interceding for you even now? Do you think he condemns you? Sőt, Róma 8:1-ben ezt olvasod. In fact, in Romans 8:1 we read. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. That there fontos is now igenes. No condemnation for those who are in Christ Jesus. This is very important. És van itt még két dolog, amit említenék a történetünkkel kapcsolatban. And there are two more important things I would point out from our story. Az egyik az az utolsó rész, amit felolvastunk. One is in the very last part that we read. Hogy ez, amit az irgalom, az nem jogosítvány a bűnre. That mercy is not a license for sinning. Az irgalom az egy mentőháló, ami mindig ott lesz. Mercy is something that saves you and it will always be there. De nem azért van, hogy felmutassam, mint egy bérletet, és mondjam, hogy én itt vagyok, és jogosan vétkezem. But it is not there for you to take advantage of and hold it up as a pass to say, well, here I am, mercy is available, so I'm going to keep on sinning. Ne értsük félre Jézust. Don't misunderstand Jesus. Ő nem tolerálja a bűnt. He does not tolerate sin. Ő gyűlöli a bűnt. He hates sin. Isten gyűlöli a bűnt, minden egyes bűnt, amit elkövetek, God gyűlöli. God hates sin. He hates every single sin we commit. De a legmesszebb menőkig szereti a bűnöst és meg akarja menteni. But he loves the sinner to the end and he's always trying to save the sinner. És ennek a világnak körülöttünk Jézusra van szüksége, aki ilyen.
And the world around us needs Jesus, the Jesus who is like this. Arra a messiásra, aki az egyetlen, és aki azért jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszetteket. We need the Messiah who's the only one and who came to seek and to save that which is lost. Ezeket mint ez a nő is, akiről itt beszélünk. Just like this woman that we read about. Aki tudta, hogy nem jót csinál, és mégis csinálta. Who knew that what she was doing was wrong, but she still got involved in it. Isten ezeket az embereket meg akarja menteni. These are the people that God wants to save. Hogyan nézünk mi ezekre az emberekre? How do we look at such people? Vagy hogyan nézünk magunkra? Or how do we look at ourselves if we are those people? Mert fontos, hogy helyesen képviseljük Jézust. Because it is very important that we represent Jesus the right way. És ő nem fog belerúgni még egyet abba, aki már amúgy is elbukott. And he's not going to kick someone who's already on the ground. Ő nem megy és veri bele a fejét a bűneibe. He's not going to shove your sins in your face. Annak, aki már amúgy is tudja, mert ítélet alatt van, hogy rosszul cselekedett. If you're already fully aware of your sins and already feeling condemned. Mennyi helyről kapunk amúgy is vádlást, nem? We get a lot of condemnation from plenty of places anyways. Sőt, van, hogy még keresztény tesóktól is kapunk eleget. And sometimes even from Christian brothers and sisters. Persze, hogy így van, mivel folyamatosan Isten dolgozik rajtunk, nem vagyunk tökéletesek. And of course, this all happens because God is still at work in all of us. Neither of us is perfect. Néha vádoljuk egymást, aztán rájövünk, hogy mekkora sometimes we condemn each other and then we realize how foolish that was. De kapunk elég vádlást a világból. But the world condemns us enough. De nézd, Jézus irgalmat hoz. But look at Jesus because he brings mercy. És ma is így van. Jézus ma is irgalmat hoz and veled, it is the same neked. Today Jesus wants to give you mercy today. És igen, kicsit úgy vérlázító. And this is quite shocking. De Isten irgalmat ad a melletted ülőnek is. But God also gives mercy to the person sitting next to you. Isten irgalmas. Szeretné megmenteni az embereket. God is merciful and he wants to save people. És tudjátok, egyetlen egy személy volt ebben az egész történetben, akinek teljes joga lett volna kövezni. And you know there was only one person in this whole story who had any right at all and all rights to stone this woman and that was Jesus. Péter első levelében azt olvassuk róla a második részben, hogy ő nem tett soha bűnt. Jézus bűntelen volt. In 1 Peter chapter 2 we read that Jesus never committed any sin. There was no deceit found in his mouth. Jézusnak minden joga meg lett volna ott halálra kövezni. So Jesus had every right to stone this woman to death. De Jézus úgy döntött, hogy irgalmas lesz. But he decided to be merciful. És ezt is fontos szerintem megérteni, hogy az irgalom is egy döntés. And I think it's important for us to understand this as well, that mercy is a decision. Mondani szoktuk, hogy a szeretet az nem egy érzés, az egy döntés. Igaz? Hallottátok már we ezt? We often say that love is not a feeling, it's more a decision. És mindig mondjuk el, jól van, persze, köszi. We say, yeah, right. De az irgalom is egy döntés. But mercy is also a decision, a choice. Én nagyon ritkán érzem magam úgy, hogy irgalmas akarok lenni. It is very rare that I'm in the mood to be merciful. Inkább meg akarok fizetni. And more often than not, I want to pay them. Inkább derüljön ki, hogy nekem volt igazam, és hogy bemocskoltak what engem. They deserve, and I want it to come out that I was the one who was right, and that it was my name that was dragged through the mud. De az irgalom is egy döntés. But being merciful is a decision. Úgy döntök, hogy nem kapja meg az az ember, amit érdemelne ezért. It is for me to decide that this person will not get what they deserve for what they have done. Dönts így magaddal kapcsolatban is egyébként. And I encourage you to make that decision regarding yourself as well. Úgy érzed néha, hogy hát megérdemelném, hogy Isten elküldjön. If you sometimes feel that you would deserve for God to send you off. Hogy ne áldjon meg, hogy ne gondoskodjon rólam. To not bless you, to not care for you. Ne járjon velem. To not walk with you. De tudod, hogy Jézus úgy döntött, hogy irgalmas velünk. You should know that Jesus decided to show us mercy. Ő megtisztított minket. And he has cleansed us. És tudod, amit Isten megtisztított, azt nem mond tisztátalannak. And you know what Jesus has cleansed, you shouldn't call unclean. Még hogyha rólad is van szó, even önmagadról. If this means that it's about you yourself. Szerintem ez örömteli. I think this has a lot of joy. Ezen in nem it. Kell szomorkodni. This is not something we ez should jó, be sad ezt enged about. Be a szívedbe. It's good. It's good. Let it in your heart.
heart. Isten irgalmas veled. God is merciful to you. Azt írja róla a zsidókhoz írt levél a negyedik részben. In Hebrews chapter 4 it says. 15. verstől. Starting in verse 15. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni az erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett, mindenben kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Menj ehhez az irgalmas Istenhez. So go to this merciful God. Megérti, hogy elbuktál. He understands when you failed. És nem ítél téged. And he does not condemn you. És újra azt mondja nekünk, hogy na, gyere akkor, menj és ne vétkezz többet. And again and again he will tell you, get up, go and do not sin anymore. És erre a Jézusra van szüksége a világon. This is the Jesus that this world needs. Illetve inkább azt mondanám, hogy ez Jézus. In fact, I'd rather I should say instead, this is who Jesus és is. És ezt kell adni a világnak. And it is this Jesus that we need to give to the world. És tudjátok, arra jöttem rá, hogy irgalmasnak lenni irgalmatlanul nehéz. Nem lehet lefordítani. Igen. So I realized that being merciful is extremely difficult. It's a nice play on words in Hungarian. Odafordult hozzám, és azt mondta, hát ezt nem lehet lefordítani. I told him it doesn't translate into English. Nagyon nehéz. It's very difficult. Nagyon nehéz, amikor megbántottak. It's very difficult to be merciful when you've been hurt. Amikor igazad van. When you are right. Amikor megérdemelné. When the other person would deserve. És azt mondani, hogy mégse fizetek meg érte. Not would deserve some payment back and you end up saying I won't pay them back. Hogy lehet ezt megcsinálni? How is it possible to do that? Hogy csinálta ezt Jézus? How did Jesus do this? Azt hiszem, hogy ehhez a képességet azokban a csendes időkben találjuk meg, amit kiszakítunk a napunkból. I believe that the ability to do this will be born out of those quiet times that we set aside every day. Amit így félrerakunk Istennek. The times that we set aside for God. Hogy amikor nehéz. So that when it is difficult. Amikor prés alatt vagyunk. When we feel under pressure. Akkor jól tudjunk reagálni ezekre a különleges helyzetekre. So that in these situations we can respond well. Mert irgalmasnak lenni az a természetünk ellen van. Because being merciful is something that is completely against our nature. Az valami, ami Istennek a természete. Being merciful is part of God's character. Csak úgy fogom megszerezni, ha vele töltök időt. So the only way for me to acquire some of this mercifulness is if I spend time with God. Ezért nagyon fontos ezeket az időket komolyan vennünk. That is why it's very important to take these times seriously. Mert ilyen komoly dolgokra vagyunk hívva, hogy legyünk irgalmasok. Because this is one of the many serious things we are called to be merciful. És ez Isten nélkül nem fog menni. And without God we cannot do it. És ennek a világnak tényleg Isten irgalmára van szüksége. And this world needs the mercy of God. És csak néhány kérdés így a végére, jó? And allow me to ask you a few questions here at the end. És legyetek így őszinték magatokkal, jó? Please be honest with yourself. Akkor lehet, hogy használ. It might be useful. Mennyi időt töltesz azzal, hogy magadat vádolod egy nap? How much time do you spend every day condemning yourself? Hogy te mennyire rossz vagy, és hogy te mennyire nem tetszhetsz Istennek. Thinking about how bad you are and how much God must dislike you by now. Szerinted igazad van? Do you think you're right? Aztán mennyi időt töltesz azzal, hogy másokat vádolsz? The second question is how much time do you spend each day condemning others? Mondjuk, hogy más keresztényeket vádolsz. Other Christians specifically. Ez segít megváltoztatni őket? If you do this, does it help you to change them? Aztán mennyi időt töltesz azzal, hogy a világot vádolod? And then how much time do you spend each day condemning the world? És mondod el nekik, hogy mennyire bűnösök és mennyire undorítók? And telling them how sinful they are and how disgusting all these different things are. Hát persze, nincsenek megváltva. Well, of course they are that way because they are not saved. És nincs bennük a Szentlélek. And they don't have the Holy Spirit living in them. Akkor tedd fel a kérdést, hogy ez az egész maszlag,
mennyire akadályozza meg a keresztény járásodat. And now ask yourself the question, how much all these things I have just listed are an obstacle in your Christian walk? És mennyire tesz tönkre másokat körülötted, keresztényeket akár? And how do these things together affect other Christians around you in a bad way? És mennyire zárja be az ajtót arra, hogy menj tovább és szolgálj emberek felé? And how much do these things close the door for you, the door for you to serve towards others? Amit ma láttunk Jézusról, what we have seen today in Jesus, az ezeknek a dolgoknak a kigyomlálása. Is there because these things were not present? They have been taken out. El kell kezdenünk irgalmasnak lenni. We need to start being merciful. Gyakorolni az irgalmat. We need to practice mercy. Nem fog menni anélkül, hogy ne töltenél időt Istennel. And it won't work without you spending time with God. Láttátok a Schindler listája című filmet? Have you seen the film called Schindler's List? Abba az egyik német tisztet hívták, hogy legyen irgalmas végre. One of the German soldiers there was called on to be merciful once. És a tükör előtt gyakorolta ámon, hogy irgalmas legyen. He practiced it before a mirror, before he tried to do it in public, remember? Megbocsájtok. And he made these statements, I forgive you. Na most neki nem sikerült irgalmasnak lenni. He wasn't able to do it in the end. De nekünk van Jézusunk. But we have Jesus. Aki át tudja formálni az emberi természetünket. Who is able to transform our human characteristics. És ahogy nektek tanítok, magamnak is folyamatosan beszélek, nagyon durván. And as I'm telling you these things, I'm also teaching to myself. Hogy gyerünk, tölts időt Istennel, aki irgalmassá tud tenni. I'm saying, come on, do spend time with God. He is able to make you merciful. A dicsi csapatunk feljön. Most fogunk még énekelni két dalt. The worship team will come back up. We're going to sing two songs. De miközben ez van, gondolkodjatok el ezen az igeversen, amit most föl fogok olvasni. But jó? While we do this, please think about the following verse. Gondolkozz arról, hogy mire hív minket Isten. Think about what it is that God calls us to. Gondolkozz ezen a történeten, amit ma megnéztünk. And think about the story that we looked at today. Olvasom a Lukács evangéliumából a hatodik részben. We're going to look at the verse in Luke chapter 6. 36. verstől. Verse 36. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Milyen érdekes ezt így egybeolvasni. So interesting to read this together. Látod, hogy nem az anyagiakról beszél itt Isten? Do you see that here he's not talking about finances? Adjatok megbocsátást. He says, give forgiveness. Adjatok irgalmat. Give mercy. Ne ítéljetek. Don't judge. És sokkal többet fogtok visszakapni ebből. And then you will receive much more of this back in return. Adjátok ezt. So give these things to others. Na, ilyen Jézus. That is what Jesus is like. És tényleg úgy beszéltem nektek, mint aki én is ezt tanulom, meg gyakorolom, honestly, próbálom. This is all. I need to hear these things. I'm learning all these things myself. De tudom, hogy ez az, amivel elérhetünk embereket, hogy ne a pokolba menjenek. But I know that this is the tool through which we are able to reach people and stop them from heading to hell. Imádkozzunk. Let's pray. Atyám, köszönjük neked ezt a mai üzenetet. Father, we thank you for this message. Hálásak vagyunk azért, mert munkálkodsz bennünk. We are thankful that you are working in us. Könyörgöm, segíts nekünk, hogy irgalmasak legyünk. I ask that you would help us to be merciful. Annyira gyengék vagyunk ezeken a területeken. We are so weak in these areas. Szükségünk van rád, Uram. We need you, Lord. Hogy megmutassuk, hogy milyen egy igazi férfi. We need to show the world what a real man is like. Hogy egy igazi férfi az irgalmas. That a real man is merciful. Uram, segíts. Help us, Lord. És áldj meg minket, hogy irgalmasak tudjunk lenni. And bless us so that we can be merciful. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen. Kegyelem csodáját ünnepli a szívem,
Bűnös ember voltam, te teremtő Isten. Közel hozzám, kérlek.
ölej át, mint az őrök a hajnalt, úgy várok rá. Nem akarok többé más, rajtad kívül, nem akarok többé más, csak téged. A szívem a mélyből hozzád, kiált Jézus, áraszt rá, a szívem fáj, te vagy a vigaszom, rögtön mélyén is, te vagy daló. Amikor az élet szép, te vagy a boldogság, beszéded élet, igazság. Jöjj közel hozzám, kérlek, ölej át, mint az őrök a hajnalt, úgy várok rád. Nem akarok többé más, rajtad kívül, nem akarok többé más, csak kiált Jézus, áraszt rá szellemet. Nem akarok többé más, rajtad kívül, nem akarok többé más, csak téged. Szívem a mélyből hozzád, kiált Jézus, áraszt rá szellemet. Jöjj közel hozzá, kérlek, ölej át, mint az őrök a hajnalt, úgy várok rá. Jöjj közel hozzá, kérlek, ölej át, mint az őrök a hajnalt. Nagyszerű. Andi azt kérdezte tőlem, hogy ő hogy legyen olyan, mint egy férfi. Andi asked me how she's supposed to be a real man. De erre csak így azt mondom, hogy így nőként is legyetek irgalmasok, meg férfiként. But I have to add that as women you should also be merciful. Csak úgy elragadott a hív. I was just too excited. Hogyha imára van szükségetek, tudjátok, mi itt leszünk elől, és szívesen imádkozunk veletek. But if you need prayer, we are here available to pray with you. Illetve, hogyha úgy érzed, hogy Isten abban vezet, hogy adakozz ennek a szolgálatnak, akkor azt megteheted majd ott oldalt az adakozó dobozon. And if you feel led to give to this ministry, you can do that in the donation boxes which are by the exit. Let us conclude in prayer. Atyám, köszönjük neked azt, hogy összejöttünk itt. Father, we thank you that we could gather here. Köszönjük, hogy irgalmas vagy.
Thank you that you're merciful. És segíts nekünk az előttünk álló időszakban egyre inkább irgalmasnak lenni. And that we ask that you would help us in the season ahead to be even more merciful. Imádkozunk azért, hogy az legyen ennek a gyülekezetnek a híre, hogy itt az irgalmas Jézust hirdetik. We pray that this church would be famous for that, that the merciful Jesus is preached here. Kérünk, hogy növeld a gyülekezetet. And we ask that you would grow this church. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Isten áldjon benneteket. God bless you.